Üdvözlök mindenkit, most zajlott le a második költségvetési egyeztetés, pontosabban amikor kijöttünk, akkor még a Borbéféle Fidesz és a Németféle Fidesz még vitatkoztak, hogy egymásnak a gazdasági érdekeltségét ki hogyan károsította meg a másikat, meg hasonlókról, de erre mi már nem voltunk kíváncsiak, hogy mi az ellenzéki képviselőkkel a költségvetési kérdések lezárása után egy, egy, idő után megelégeltük ezt az egymásra mutogatást, meg a fideszes belharcot, hogy inkább beszélnék arról, hogy miket értünk ezen az egyeztetésen. A legutóbb egyeztetésről ugye ugyanígy beszámoltam egy élő videóba, és azt mondtam akkor, hogy a részletes javaslatainkat írásban is el fogjuk küldeni a polgármesternek, és ugye ezeknek a megtárgyalása zajlott a mai alkalommal. Azt gondolom, hogy amint ellenzékből el lehetett érni egy költségvetés kapcsán, azt mi most ezzel elértük. Nyilvánvalóan vannak olyan problémák, ahogy polgármester úr is elmondta, hogy nem minden elért egyet a mi Cseperről alkotott víziónkkal, amiket ő nem fog befogadni. Például azt mondta, hogy közösségi költségvetést ő nem fog beemelni. A költségvetésbe, ha azt szeretnénk, akkor váltsuk le őt, és legyen új vezetési Csepelnek. Nyilván mi is ezt szeretnénk, szeretnénk közösségi költségvetést, ennek ez az útja, nem a költségvetési módosító. De történt számosan előrelépés, mivel sikerült megállapodnunk, rá tudtuk szorítani a polgármestert arra, és most már csak az írásos letiszteleteset várjuk ezeknek a kérdéseknek. Szóban itt már gyakorlatilag mindennel megállapodtunk, hogy lépjünk előre Csepel érdekében. A leges legfontosabb két dologról már ugye a múlt héten sikerült megállapodnunk. Az egyik az az, hogy az egészségügyi dolgozók is kapnak béremelést, most ezt tovább pontosítottuk, minden egészségügyi dolgozó cseppelen január 1-től visszamenőleg, tehát ez az egyik fontos eredményünk, legalább 50 ezer forint bruttó béremelést fog kapni. Hasonlóan az óda pedagógusokhoz. A másik nagy eredményünk az pedig az, hogy útfelújításra több mint egy milliárd forint került elkülönítésre, bekerült a Maros utca a 2023-as költségvetés maradványát erre fogjuk költeni, és az idei költségvetésben is még emellé bekerült négy utca, az Erdős utca vége, illetve a Szebeni utca és az Akácfa utcánál a lakókkal történő egyeztetés után kezdődhet meg a felújítás. A Tihanyi utcánál pedig ugye Szigetszen közös ez az utca, ott pedig bekerült a, a, bekerül ez az utca szintén, és várjuk majd hát, a Miklós választ, hát elfogadtuk a költségvetést, tehát az útfelújítások, nem kátyúzások, nem toldozgatások, foltozgatások, hanem valódi útfelújítások több mint egy milliárd forint értékben lesznek a 2024-es évben, illetve Hát néha, hogyha a polgármester úr betartja a szavát, de nagyon bízunk benne, hiszen erre már tett, és hamarosan az írásban is megérkezik, illetve az egészségügyi dolgozóknak ez béremelése. Ahogyan azt is elértük, hogy visszamenőlegesen ő kapjanak béremelést az önkormányzati dolgozók és az önkormányzati intézmények dolgozói. Tehát ahogyan a polgármester úr elmondta a testületülésen, hogy ő csak a költségvetés elfogadása utáni hónaptól, tehát április 1-től legkorábban szeretne béremelést, most elértük azt, hogy január 1-től visszamenőleg megkapja mindenki a béremelését. Tehát azt gondolom, hogy ez egy hatalmas siker, és akkor elővettem közben jegyzetet, hogy sorolnám. Még van több, több, kis, több nagy kisebb-nagyobb javaslatunk, ami szintén befogadásra került. Csatlakozunk a Fővárosi szolidaritási Alaphoz, ami azt jelenti, hogy lehet pályázni Csepelnek, többek között szerintem a legfontosabb rész a hajléktalanokkal kapcsolatos szociális problémáknak az orvoslására. A Csepeli Panel program bekerül a költségvetésbe, sőt, kibővítjük egy társaságszolidítási programmal. Olyanok is pályázhatnak ö, ide, akik nem panelben laknak, hanem téglépítésű házakban, és ö, nem kell, hogy távfő legyen, lehet egyedi ö, mérős ö, megoldások is, vagy ö, villanyfűtés bármilyen más módon fűtött társasház is ö, pályázhat. És nem csak nyílzárócsorére, hanem kisebb- nagyobb felújításokra, ö, akár liftekre, nek a részesítésére, felújítására is. Ö, köszönjük az erről szóló javaslatokat. Ö, Okozemrát létesítünk a Beketéristajannál, Csepeli életmentő programot vezetjük, ami ugye egy arról szól, hogy defibrillátorok kerülnek elhelyezésre Csepelen. Az egyik nagyon nagy eredményünk egy, egy több mint 100 millió forintos projekt keretében megújul a szolgáltatóház a negyedik a választókörben, a Szent Lászlóti lakótelepen, itt tudják az ott lakók a táncoló lány szobrának és környékének a problémáit. Ez fog felújításra kerülni, és ide kifejezésre kerül kamera is, hogy a jövőben is megóvásra kerüljön az állag. Köszönjük ezt Várkony Andrásnak, a, a csatatérte vadai Atillának. A francia nem megkezdődnek a fejlesztések, itt bekerül az autóforgalom korlátozása, az illegális szemétlerakás megelőzésére, és hasonlóan a kamerarendszer telepítésére itt köszönjük szépen Hegyi Zoltánnak a javaslatokat. A Nagy Dunapart megújítása megkezdésre kerül, háros rendezésért szintén elkülönítésre kerül egy komolyabb összeg. Az önkormányzat tulajdonú ingatlanok, lakások felújításra kerülnek, és akkor még pár dolgot sorolnék. A mentőalapítvány, a 20. kerületi iskolai mentőalapítvány megkapja az általakért támogatást, Antibullying programot vezetünk be az iskolában is, illetve az intézményi kezelésére is elküldésekről összeg. A, 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 ugye a bullying, az a, a bántalmazás, azt hiszem, hogy mostanában, amikor ennyire előtérbe került a gyermekvédelem, nem kell erről sokat beszélnünk, ez mennyire fontos a bántalmazásnak a megelőzése és amúgy meg a kezelése. Ő másfél szeresére emeljük a szociális adásokat, és ehhez egy új rendelet is készül, hogy ténylegesen el is lehessen költeni ezeket, ne csak a keret kerüljön meg emelésre, hanem a pályázati összegek is. Ö, a Szent térnek az időjönes rendezése elkezdődik addig is, amíg ugye valami hosszú távú megoldás lesz itt a múrvás résszel, javasoltuk, hogy kezdjünk vele, és ö, a Szilárd útburkolat, valamint Csapadékvíz elvezetésről lesz szó. A Mátyás utca, Vasos utca, Csaba köz, Sáfár Péter utca, buddi enos utca, Garai László utca, Farkas László utca, Hardi Miklós utca, Besenyőbekő utca és Csepeli Mátyás utca, ezek megtervezésre kerülnek, és már el is kezdődik a Kárpáti Méhes Mátyás gyimesinek a megvalósítása. Azt gondolom, hogy ezek mind-mind nagy eredmények, az, hogy ezek bekerültek a költségvetésbe, akik követték az elmúlt heteket, az tudják, hogy ezért küzdöttünk, ezért küzdünk hónapok óta, és sajnálom, hogy ez azt kellett, hogy egyszer le kelljen vennünk napirendről ezt a költségvetést, de ezt gondolom, hogy ez minden cseppel érdeke volt, egy sokkal jobb költségvetést fogunk így március én megszavazni, Hogyha ezek ténylegesen bekerülnek, várjuk polgármester úr írásos előterjesztését erről is, illetve a szociális rendelettervezetről is. Úgyhogy azt gondolom, hogy átütő ellenzéki sikereket értünk el. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatást, a javaslatokat, és köszönöm szépen mind a lakosságnak, mind az ellenzéki képviselőtársaimnak és képviselőjelöltársaimnak, hogy ebben segítettek. Azt gondolom, hogy most, hogy bár bejelentésre került, hogy én vagyok Csepelen, Közös ellenzéki polgármester jelölt, egy remekül ki tudtuk ezzel jelölni azt az utat, amerre Csepel szeretnénk fejleszteni. A többi hosszabb távú javaslat a gerincútnak a fejlesztése, a pontról élnek a megoldása, a parkolási helyzetnek az átütő fejlesztése. Ezekhez pedig változásra van szükség Csepel vezetésének az élén. Most költségedési módosítókkal szerintem ennyit lehetett elérni, hosszú távú változáshoz a hosszú távú gondolkozáshoz, hogy valaki ne mindig a legaktuálisabb látszatprojektjét akarja megvalósítani, és ne a haveri zsebét tömje, ahhoz pedig kérem mindenkinek a támogatását magam és a közös ellenzéki csapat nevében. Úgyhogy fogok a jövőben is még beszámolni, várjuk az írásos előterjesztést, és ezeket írásban is meg fogom osztani akkor itt a Facebook oldalamon, és várom addig is az észrevételeket, kommenteket. Köszönöm szépen a figyelmet!